Készülnek jövő heti vizsgájukra a Szekszárdi Szakképzési Centrum Ady Endre Szakképzőiskola asztalosnak tanuló növendékei. Az elméleti és gyakorlati oktatásukban is változás történik szeptembertől. Február elején jelent meg az új szakképzési törvény végrehajtási rendelete. Ennek gyakorlati részéről tartott előadást iskolai igazgatóknak Pölöskei Gáborné, a szakképzésért felelős helyettes államtitkár országjáró körútja során Szekszárdon. Kiemelte, nagyobb fokú szervezettséget visznek a szakképzés rendszerébe. A kancellár, az igazgató és az igazgató helyettesek feladatait is sikerült nagyon jól elválasztani a helyettes államtitkár szerint. Az igazgatók nagyobb szakmai szabadságot kapnak, amibe azonban nem tartozik bele a képzés szerkezetének meghatározása. Ez a kancellárok feladata lesz. Gyakorlatilag a szakmai részét az iskolák viszik, ők felelnek az iskolának a jó működéséért, hogy pontosan a szakma helyén legyen, de hogy milyen képzési szerkezet legyen, és egyéb más forrásban, működésben jól működjenek, azért viszont a centrum fog felelni. Gyakorlatilag a képzési szerkezet kialakítása az azért fontos, hogy egységes legyen, mert a centrum az, amelyik menedzseli a térségnek a szakképzését, és így a képzések összehangolhatók lesznek. Így a párhuzamos képzések kevésbé valósulnak meg, így egy forrás koncentrációval jelentősebb fejlesztéseket tudunk majd csinálni. Úgyhogy szervezettséget viszünk a rendszerbe, reméljük, hogy nagyobb fokkal. És egy munkaértekezlet az, ami előtt állunk. Munkaértekezlet lényege az, hogy a leglényegesebb irányokat, mit miért csinálunk, megbeszéljük. A megbeszélés az valóban így van, hogy kérdésfelek formában is legyen, tehát feltegyék azokat a kérdéseket, ami foglalkoztatja őket, és reméljük, hogy ez az operatív kapcsolatfelvétel, illetve kérdésválasz, az a munkájukat igen jelentősen fogja segíteni, hiszen fel kell készülni a szeptemberre, igazából most már a szeptemberre való felkészülést kezdtük ezzel így el. A duális képzés pedig erősödni fog, mivel a tanulók az elméleti, ágazati képzést követően tudnak szakosodni, és több időt eltölteni a vállalkozásoknál, ahol megtanulják a választott szakma gyakorlati részét. Ilyen lehetőség van a Paksi Gemenc Autóháznál, ahol másfél éve új e-learning elektronikus tanulás segítő programot vezettek be. A tanulók így a szakma legújabb részeit tudják először elektronikusan elsajátítani, majd rögtön gyakorlatba is ültetni. A legaktuálisabb, legkorszerűbb tananyagokkal tudjuk bővíteni, változtatni a mi képzési rendszerünkben lévő ismeretanyagot, tudásanyagot, és ezt a tanulóink is nagy szeretettel fogadják, és tényleg élvezik ennek a korszerű oktatásnak az előnyeit. Nem kell nagyon, nézd csak, figyelj, nézd csak mekkora. Épp ahogy mondtam, épp ahogy. Tetszik ez az elektronikus maga, tehát hogy létesítették ezt az egész folyamatot, hogy kitaláltak egy programot, és hogy lehet csinálgatni elektronikusan is. Megmondom, hogy szintén otthon is csinálom nagyon szívesen. Hogy valóban jobban összefonódik az iskola és a vállalatnak a kapcsolata, és a tanulóknak nem is ösztöndíjakról beszélünk már a továbbiakban, majd hogyha duális képzésbe kikerülnek, hanem munkaszerződést köt velük a vállalat. Ez alapján a vállalat, miután munkaszerződés, ő fogja kiválasztani a tanulókat, de csak azokat a tanulókat, akiket felkészítünk már, hogy ők azzal az ágazati kompetenciával rendelkeznek. Hiszen változik a képzésnek a szerkezete. A technikusi képzés az első két év az ágazatról szól, tehát itt még nem választ szakmát, és akkor, amikor szakmát választ, ez gyakorlatilag a vállalatokkal közösen történik, hiszen a vállalatok elmondják, hogy neki milyen szakmára van szükség, és így egymásra fognak találni. Vagyis valóban keresletvezéreltét tesszük a képzést. Ez igaz a szakképzőiskolák esetében is, amikor egyéves ez az ágazati képzés. Az ágazati képzésnél például tanulnak munkavédelmet, és még sok minden más olyat, hogy megismerjék, hogy milyen szakmák vannak az ágazatban. Ami azt gondolom, hogy fontos ahhoz, hogyha valóban termelő tevékenység, környezetbe oktatjuk tovább őket, a gyerekeknek mindenről már ismeretekkel kell rendelkezni. Másrészt meg azt hiszem, hogy a megalapozottabb lesz majd a szakmáknak a választásának a választása is, hiszen akkor már tudja, hogy milyen szakmák tartoznak az ágazathoz. Bemutatták az oktatói minősítési rendszert, amely lehetőséget teremt a tanárok munkájának elismerésére.
Országos szinten 35 milliárd forint plusz anyagi forrásból tudják ezt megtenni. Készítettünk, és ezt most bemutatjuk a tanároknak, egyelőre a vezetőknek, azt a oktatói minősítési rendszernek egy lábát, amely lehetőséget teremt arra, hogy maga a bért valamilyen minőséghez kössük. Különbözően dolgoznak a tantestületekben a tanárok, mint minden munkahelyen. Különböző minőségi munkát végeznek. Azt gondoljuk, hogy ezt meg kell fizetni. Erre most lehetőség lesz ezzel a bérrendeléssel, hiszen 35 milliárd forint plusz jön be a rendszerbe. Ennek a felosztásánál mindenképpen praktikus kihasználni azt, hogy már egy minősített rendszerben történik ennek a szétosztása. A munkatörvénykönyv előír egy kötelező pótszabadsági rendszert, ami korhoz kötött. És nekünk ez egy fontos dolog, hiszen aki például egy 45 éves oktató esetében, így 5 nappal nem kevesebb, hanem több szabadsága lesz, mint a KJT rendszerben. Miért? Mert hogyha az oktatási minősítési rendszerhez mindezt hozzákötjük, azt gondoljuk, hogy az oktatóknak a feltöltődése, a regenerációja fontosabb, fontos, hogy ne égjenek ki, ehhez több szabadságot kell adni. Mi ezt most biztosítjuk. A cél az, hogy a szakképzés vonzóbb legyen. A diákok minőségi oktatást kapjanak, megújult tartalommal és módszertannal.